Barabás ezt a három deszka szélességű szobát, ahogy az önéletírásában visszaemlékezik, kapta meg Priznictől, és ez egy nagyon szegényes felszereltségű szoba. Barabás Miklós fél évet töltötte a gréfenbergi fürdőben, ahová elsősorban pihenni érkezett az alkotástól kimerült művész. Nem csak lakószobáját ábrázolta rendkívül részletesen, de a korszak hideg-vizes gyógyterápia eljárásait és a korabeli fürdőéletet is. Ezek az akvarellek a Magyar Nemzeti Galériában látható kiállítás legkülönlegesebb darabjai. A fürdő mindennapi életét mutatják be, tehát a terápia egyes mozzanatait, valamint a fürdőnek az 1839-es kiépültségi állapotát, ami pedig abszolút kordokumentum jelleggel bír, hiszen a Gréfenbergi Vízgyógyintézet alapítójának korabeli kinézetét nem ismerjük. Barabás az egyik olyan alkotó, akinek a képeiről látjuk, hogy hogy néztek ki ezek az elsősorban faházak, és egyébként pedig a 30-as évektől pedig egy magas kőház, ahová így, aminek a segítségével majd 1000 vendég tudott itt tartózkodni. A Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztálya őrzi a legnagyobb Barabás gyűjteményt. A tárlat elsősorban olyan féltve őrzött rajzokat és akvarelleket mutat be, amelyekkel korábban még nem találkozhatott a közönség. Ezek ugyanis rendkívül sérülékeny alkotások. Barabás itáliai tanulmányútja alatt sajátította el a tiszta akvarell használatát, ami akkor egy rendkívül modern technológiának számított, ám mikor hazatért, egy teljesen más műfajban bontakoztatta ki tehetségét. Át kellett állnia, át kellett magát állítania tulajdonképpen erről a rendkívül virtuóz ecsetkezelést igénylő technikáról az olajfestésre és a portré műfajára. Ugye ez volt az az időszak, amelyben kialakult aztán az ő egész itthoni működése, amikor a papírművei, grafikái tulajdonképpen háttérbe szorultak, és elsősorban portrékat festett megrendelésre, arisztokraták, közéleti személyiségek. Tehát ő volt a portréfestő ekkor már. Barabás Miklós sokoldalúságáról tanúskodik, hogy korabeli divatrajzai, sajtóillusztrációi, karikatúrái és csoportos életképei műfajteremtőnek tekinthetők. Megrendelésekkel látják el, tehát nem véletlen, hogy a korszak költői, mint Arany János, Petőfi Sándor, vagy Széchenyi István portréját is például az ő portréról ismerhetjük, de egyébként olyan művészeti írókat, vagy támog művészeti mecénásokat, mint a Döbrentei Gábor, vagy arisztokraták, mint Báró Veselényi Miklós, Bajza József, Ötvös József. A vasárnapig látható tárlatra a Fővárosi Képtár kollekciójából is érkeztek olyan művek, amelyek még nem voltak kiállítva. Emellett a család és az örökösök által őrzött relikviák is szerepelnek a tárlaton.